A nyereményjáték ünnepélyes átadója alkalmával a kerékpározáshoz hasznos komplett felszerelést vehetett át Bandi Szabolcs Ajtony főnyereményként. Ő ugyanis 4 hónap alatt 320 kilométert tett meg munkába járása során, viszont az egyéb programjaival együtt 500 kilométert sikerült kerékpároznia. 2 oka is volt, az egyik az egyetemnek egy korábbi programjában sikerült bringához jutnom az egyetem részéről, és nagyjából ez egy időben láttam, hogy meghirdetésre került ez a program, úgyhogy gondoltam, ha már így honorálta ezt a szárnyú az egyetem, hogy bringával is közlekednek, akkor belevágok ebbe. És abszolút egy jó tapasztalat volt, megmondom őszintén, a munkában járás így még gyorsabb, és mindenféleképpen élvezetesebbé is vált, mint korábban tömegközlekedéssel és vagy gyalog. Ezen a héten zajlik a mobilitási hét. Idén újdonság, hogy az egyetemi karokkal, valamint a gyakorlóiskolákkal összefogva rendezik a programokat. Tájékoztatott Navracki Fanni, a PTS Zöld Egyetem program programmenedzsere. A célunk gyakorlatilag ezzel az, hogy az egyéb kerékpáros programok mellett, ami nyilván egész évben fontos, de az időjárás viszontagságai miatt nem mindig van erre lehetőség. Arra sarkaljuk a munkatársakat, illetve a hallgatókat, diákokat egyaránt, hogy minél inkább kerékpárral közlekedjenek, és támogassák a zéró emissziós közlekedést, illetve hát erre sarkaljuk őket. Nagy hangsúlyt fektet a Pécsi Tudományegyetem a környezeti fenntarthatóságra és annak népszerűsítésére. Ezen belül is a közlekedés fenntarthatóságára, vagy a fenntartható közlekedésre. Ez Decsi István kancellár mondta. A városi közlekedésben a kerékpáros közlekedés egy ilyen fenntartható forma, és nagyon sok pozitívumot hordoz magával, akár a kerékpárjárók egészségére gondolunk, de a napi életet is megkönnyítheti, hogyha valaki tudja így szervezni az életét, akár a közlekedésre, a közlekedi dugókra, vagy a parkolásra gondolunk. Épp ezért indult el ez a program, illetve a kerékpáros közlekedés népszerűsítése. Már tavasszal volt egy felhívásunk, amire nagyon sok egyetemi polgár jelentkezett, akkor az egyetemi kerékpárokat helyeztük ki hozzájuk, és biztosítottuk a használatot számukra. Ezt követően pedig indult a mostani nyereményjátékunk, aminek keretében több mint 1000 fénykép érkezett be, amiben azt mutatták be az egyetemi polgárok, hogy aznap bizony kerékpárral jöttek. Mindez ennek a közlekedési formának a létjogosultságát mutatja. A tapasztalatokat szeretnék a következő időszak fejlesztéseinél felhasználni, tette hozzá a kancellár. Egyetemünk már több alkalommal nyert el a kerékpáros közlekedési címet, és ennek az együttműködésnek is köszönhetően a KTI-ben most egy tesztprogramba veszünk részt, a pedelek kerékpároknak a tesztprogramjában, aminek keretében 2 munkatársunk egy 1,5 hónapig még használhatja ezeket a kerékpárokat, és az itt lévő tapasztalatokat is szeretnénk mi is hasznosítani. A nyereményjáték alkalmával a kerékpározáshoz szükséges felszerelési eszközöket lehetett átvenni a szerencséseknek, a jár két keréken dolgozni az egyetemre elnevezésű PTE Zöld Egyetem program során.